Üdv mindenkinek, én Pityugeri vagyok, és ez itt a Pityugeri Creations sorozatom második része, amiben egy mapot készítek varázslónak. Nem mondtam még, hogy ennek a mapnak ugyebár a történetnek kell lennie, hogy bekerüljön nála, biztosan. És hát a történet ugye ez, amit mondtam az előző részben, hogy itt a cserepes növényeket össze kell gyűjtögetni, de az összes többi növényt is amúgy meg fogja kapni. És valahol lesz olyan feladat, aminek semmi értelme nem lesz, csak végig kell majd csinálnia. Na, szóval, ez itt az egyes metró, sárga. Pestiek tudják, kisföld alatti, sötöbö. Hát szóval ezért csináltam sárgára. Három megállója van. A botanikus vár, varázslóföld, ahol most vagyunk ugye, varázslóházánál. Illetve a sövény labirintus, ami meg erre van, nem túl messze, innen lehet látni. Hát igen, ez nem egy túl hosszú táv, de hát na. Az egyes metró a valóságban se túl hosszú. Tehát be is mutatom akkor a sövény labirintus felé vezető utat. Tehát a metróra egy-egy 420 forintba kerül, és ekkor nem jegyet kapunk, hanem már rögtön a metró szerelvényünket. És a labirintus felé itt indul, és egy dupla vét kell nyomni, és már magadunk. Ez szintén kétvágányos, hogy ne ütköznek egymásba a metrók, annak ellenére, hogy ez egy single player map, tehát egyedül fogja játszni barátok, és nagyon sokat a nevér. Ja. Ezt nem értem. Eddig itt kötöttem ki. Régebben itt, de ugye kiraktam az automatát, szóval szívás. Na mindegy, lényegtelen. Jó, csille, megy be. És itt van egy másik ember, ez itt egy portás akar lenni, aki majd beenged. Ugyanakkor viszont a belépő ára 2000 forint. És csak ezzel fog minket beengedni ez a cucc. És itt nyílik az ajtó, amivel be lehet menni. Ez így nyitva is marad. Nyugodtan lehet járkálni. És hát itt van még egy labirintusos könyv. Nyilván ez még nincsen készen. Három magas lesz a labirintus. De maga az alap megvan. Ez már egy teljesen kész, ki van forva. És az ugye már itt is van egy pipacs. Ezt lehet megtalálni. Aztán még van egy pitypangot már mondtam. Erőltessük meg magunkat. Á, nem. Bocsi, de most ez nagyon nem jut az eszembe. Szóval van pitypangunk, pipacsunk, illetve van fű, és hogy hívják ezt, páfrány. Ezt a négyet lehet itt beszerezni, és nagyon gyakran szokott itt esni az eső, ez zavar. Jó, tehát ez így megvan. És hát akkor, amint ezzel végzett, akkor itt fog kijönni. Jégyláda. Igen, itt jön. És itt a metró. Itt ismét 420 forint egy jegy. És ismét csillét kaptunk. És akkor itt van varázslóföld felé az út, ugye a másik peronon. És itt is teli vagyunk denevérekkel, tök jó. Áó. Szóval itt konkrétan ez az egész történet. Még nincs minden megálló helyen láva, de majd lesz. Nyilvánvalóan. És hát itt van a vár felől érkezőknek, mert ugye a vártól megy tovább itt a labirintus felé. Illetve van ugye a labirintustól a vár felé itt. És akkor itt be lehet csatlakozni a vár felé. Jó, én most itt nem veszem meg a jegyet, de amúgy meg kéne. De ha már én vagyok a készítő, akkor itt csak viccelhetek. Jó, szóval ez itt elindul. És itt ez nem lesz olyan túlságosan érdekes, mert ez csak egy egyenes út. Egy hosszabb egyenes út.
és amint ennek a végére érünk, itt lesz majd a vár, amit még nem építettem meg, de majd a harmadik részben, ha minden igaz, nem meg lesz építve. Au. Jó. Ez mehet be a lávába. És itt is lehet venni a jegyet 420 forintért. És ugyanúgy itt van M1 metró, útvonal a botanikus vár, itt van Varázslóföld, erre van, és Sebény labirintus is erre van. Szóval igen. Szerintem elég jó lett. A másik három metrónak is fog csinálni majd ilyen útvonalat. Úgy tezzem, hogy a 2-es metrónak 5 megállója lesz, a 3-as metrónak 4, a 4-es metrónak pedig szintén 2. Vagy talán 3, még ezen gondolkodok. És különböző feladatokat fog beletenni. Persze nem túl ne ezeket, hogy mit remény, jump, hegymászás, stb. Ezeket majd én még kigondolom. És hát a várban lesznek majd még ilyen feladatok, teli lávával, meg ilyenek. Mit kéne még mondanom ebben a részben? Hát nem sok mindent. Talán annyit tehetünk még, hogy visszamegyünk. 420 forintért megveszem a jegyet. És akkor Varázslóföld felé, itt indul a vonat. És ez azért jó, mert ez meg ugye gyorsabb, mert az egész elektromos sínnel van letéve, és tényleg olyan hatást ér el, mint egy metró, mert föld alatt van, egy. Kettő sokkal gyorsabb, ugye, az elektromos sín miatt. Három pedig olcsó. Ugyanakkor megmarad a kis föld alatti feeling, mert nagyon rövid az útvonal. Hát jó. És itt fel lehet jönni. És közvetlenül itt lesz majd mellett egy 2-es, egy 3-as, meg egy 4-es. Oké, szerintem ennyi lesz. Én megköszönöm itt szépen a figyelmet. Pityugeri voltam, és az 1-es metró. Sziasztok!